agrárdigitalizáció, korszakváltás előtt áll a mezőgazdaság, már nem csak géppark bővítésre fordítják a támogatásokat a gazdák. Gyakornoki program, a közvetlen munkahelyteremtés, a szakképzés hasznosítása, valamint a fiatalok munkahelyi tapasztalathoz segítése a cél. Robotok az iparban. Tavalyhoz képest 18%-kal nőtt az üzemben lévő ipari robotok száma, 2020-ra pedig a 33%-ot is elérheti ez az arány. Korszakváltás előtt áll a mezőgazdaság, mivel a digitalizálás rendkívüli módon terjed ebben az iparágban is. A Kölcsei Televízió híradóját látják. Köszöntöm Önöket! A mezőgazdasági beruházások 7 év alatt mintegy 33%-kal nőttek. 2017-ben közel 340 milliárd forintot fordított az állam ezekre. Ez 20%-kal magasabb az előző évihez képest. Sok vállalkozás nem a géppark bővítésére, hanem a meglévők fejlesztésére, digitalizálására fordította a támogatást. A világ mezőgazdasága olyan terület, ahol lépésről lépésre minden vonatkozásban megjelennek a számítógépek és a számítógéppel vezérelt megoldások. Az adatok gyűjtése, valamint az adatbázisok összeállítása szintén része a modern technológiának. Ez precízebb, takarékosabb és kényelmesebb termelést tesz lehetővé. A magyar gazdáknak ez nem csak lehetőség, hanem kihívás is. Azonban a fiatal gazdáknak a számítógép használata mindennapos, ezért a munkában való igénybevétele sem lehet akadály. Ezek a megoldások a traktorok és vetőgépek világában már előrébb járnak, mint a közúti áruforgalom területén. A mezőgazdaság lehagyta az autógyártást ebben a vonatkozásban. Olyan fedélzeti irányító rendszerek vannak a traktorokon, kombájnokon, amelyek alapján a számítógép gyakorlatilag önvezéreli a gépjárművet. Az embernek tulajdonképpen felügyelni kell ezt a rendszert. Nyilván érteni kell hozzá, felügyelni kell, hogyha valamilyen akadály megpásodáson, akkor az ember beavatkozása az elengedhetetlen, de sokkal nagyobb körbe alkalmazzák ma már a számítógépes megoldásokat, mint a személygépkocsiknál, vagy akár az áruszállításban a kamionoknál. A kormány az irinyi terv megalkotásával támogatja a mezőgazdasági gépgyártást. Ezen belül egy gépfinanszírozási program keretében 80 milliárd forintot gépvásárlásra fordít. Ezen kívül is vannak agrártámogatások, amelyek több 10 milliárd forintosak, és szintén a gépvásárlást támogatják. Ugyanilyen célokat szolgál a vidékfejlesztési programból is több 100 milliárd forint. A megyében, ami ilyen átalakításra várna, körülbelül 5-10 ezer hektár olyan ültetvényünk van, amit ki kellene még cserélni, és mondhatnánk, hogy vagy 3 ezer hektár az, ami már jéghálós kószerű, csepegtetőöntözéses, felsőöntözéses, ami első osztályú gyümölcsöt terem. Magyarországon jelenleg több mint 200 ezer az agrártámogatásokat igénybe vevők száma, de bizonyos szinten minden vállalkozást érint a korszakváltás. A földművelésügyi miniszter szerint 5-10 év múlva megtörténik a teljes átállás a digitális világra, viszont akkor is maradnak olyan területek, ahol a hagyományos technikákat kell majd alkalmazni. A közvetlen munkahelyteremtés, a szakképzés hasznosítása, valamint fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése a célja annak a gyakornoki programnak, amely Nyíregyházán és annak térségében valósul meg. A lehetséges gyakornokokról már adatbázis készült, a jelölteket pedig folyamatosan fogadta a Nyíregyházi Szakképzési Centrum. A programba a megyeszékhelyen eddig 63 vállalkozást vontak be. Amíg az uniós tagállamok többségében romlott a 2010-2017-es időszakban a 18 és 24 év közöttiek foglalkoztatási szintje, addig Magyarországon következett be a harmadik leggyorsabb ütemű növekedés. Ez azért is jelentős lépés, mert 2010-ben még sereghajtó volt az unióban hazánk a fiatalok foglalkoztatási arányát tekintve. Az azóta eltelt időben azonban felére csökkent a 25 éven aluliak munkanélküliségi rátája, a foglalkoztatottságuk pedig a 30%-hoz közelít. A számottevő javulásban nagy szerepe van az ifjúsági garancia rendszernek, mely azt a célt tűzte ki, hogy a 25 éven aluliak ne a közfoglalkoztatásban, hanem az elsődleges munkaerőpiacon helyezkedjenek el. A garancia rendszerbe tavaly országosan már több mint 100 ezer fiatalt vontak be, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében 2015 óta pedig már több mint 28 ezeren regisztráltak a programba. Most a megszólítások alatt tartunk, hogy már a 4 hónapon túli
25 év alattiakat szólítjuk meg, és hát a jövőben pedig minden 25 év alatti a célcsoportunk lesz. Jelen pillanatban a 31.750 fő regisztráltárások közül olyan 6.600 fő, aki 25 év alatti, ez folyamatosan csökken az elmúlt évek viszonylatában. Az ifjúsági garancia rendszerben a 25 éven aluliaknak lehetősége nyílik egy gyakornoki programba is bekapcsolódni. Ennek révén a fiatalok munkahelyi tapasztalatokat szerezhetnek, ezzel az elhelyezkedési esélyük is növekszik. A fiataloknak biztosít elhelyezkedési és betanulási lehetőséget gyakorlatilag bármilyen szakképzettséget igénylő munkakörbe, viszont akik pályázhatnak, azok a kis és közepes vállalkozások, ők azok, akik a gyakornok foglalkoztatására 9 hónapon át kapnak teljes bértámogatást, mellette eszközöket is beszerezhetnek, sőt mentor segítségét is igénybe vehetik ahhoz, hogy valóban segíteni tudják a fiatalnak a beilleszkedését a munkavilágában. A programhoz indulása óta országosan közel 1000, Nyíregyházán pedig eddig 63 vállalat csatlakozott már. A Szabolcsi megyeszékhelyen a Nyíregyházi Szakképzési Centrum 10 tagintézményének segítségével egy adatbázist is összeállított már a lehetséges gyakornokokról, ezen kívül mintegy 1300 fiatal tájékoztattak a program lehetőségeiről, akik közül eddig 95 főt vontak be gyakornokként. Az EMA azt gondolom, vannak népszerű és kevésbé népszerű szakmák, a vendéglátástól kezdve a faiparon át, a gépiparon át, az egészségügyön keresztül mindenhol vannak ilyen gyakornokaink. A gyakornoki program a fiatalok tapasztalat szerzését szolgálja ugyan elsősorban, de további pozitív hatásai is lehetnek többek között a gazdaságra. Ha rajtuk segít, az jó a gazdaságnak, jó Nyíregyházának is, hiszen hála Istennek a nagyvállalkozások és a kisvállalkozások is nagyon sok munkahelyet teremtenek, és ők várják a gyakorlott kézzel szakembereket. És itt találkozik az egyének a karrierje, az egyének az előrelépése azzal a társadalmi elvárással, hogy megfelelő munkaerővel legyenek feltöltve az egyre növekvő nyíregyházi munkahelyek. És ezáltal tovább csökkenjen a munkanélküliség. A gyakornoki program 2020 március végéig tart. Az elmúlt egy évben 18%-kal nőtt az üzemben lévő ipari robotok száma, a következő 2018-tól 2020-ig terjedő időszakra pedig újabb 15%-os emelkedést jósolnak. Ennek egyik oka a digitális átalakulás, vagyis az ipar 4.0 terjedése. Ez azonban komoly fenyegetést jelent a gazdaságra, ugyanis kevesebb humán erőforrásra lesz szükség, így többen maradhatnak munkanélkül. 2016-ban körülbelül 5400 robotot használtak ipari célra Magyarországon. Ez 13%-kal több, mint egy évvel korábban. Hasonló növekedést tapasztalhattunk tavaly is, és ezt a tendenciát jósolják a 2020-ig terjedő időszakra egyaránt. A Nemzetközi Robotikai Szövetség adatai szerint ezek fele kézi munkát kiváltó kezelő robot. 2016-ban Magyarországon a 10 000 dolgozóra eső robotok száma 57 volt, ezzel Magyarország a 32. helyen állt a világrangsorban. A robotizációt, a technikai fejlődést azt nem lehet és nem is fogják tudni megállítani, mert az iparnak egyre hatékonyabban kell termelni, egyre magasabb színvonalon, amit már emberi kézzel sok technológiai munkafolyamatot nem lehet elvégezni, olyan precizitással, olyan gyorsasággal, olyan magas szakmai színvonalon, ahogy a technika, akár a robotizáció is ezt végzi. Ez viszont azt jelenti, hogy sajnos egyre kevesebb ember lesz szükség a többi iparágban, és itt épp említhetnénk az autóipart, akár a műanyagipart, akár bármelyik feldolgozó ipart ágat is, tehát nagyon sok iparágban ez nem is az, hogy jövő, hanem gyakorlatilag már napok, a napjaink kérdése. Ez főleg a külföldi nagy multicégeknél igaz, ők tudják ugyanis megteremteni ennek az anyagi feltételeit. Azonban egyre több hazai nagyvállalat is használja a legkorszerűbb technológiákat. Ezeket ugyan nagyon költséges bevezetni, de hosszú távon magas profitot eredményez a vállalkozásnak. Azonban a robotizáció veszélyforrásokat is rejt. Megvan a kockázat is, ugyanis ezek a rendszerek, ha nem készítik fel őket, vagy nem egészítik ki a megfelelő védelmi rendszerekkel, akkor sérülékenyek lesznek. Hát most is halljuk, hogy mennyi hekkel dolgozik a világban. Na most ezekben a magasan fejlett technológiákban is ugyanúgy be tudnak majd nyúlni esetleg ezek a hekkerek, leállítanak egy gépet, leállítanak egy gyárat, egy üzemet. Erre is fel kell készülni, akik ezeket a fejlesztéseket végzik, hogy amellett, hogy a fejlesztés történik, legalább ugyanitt beruházni kell majd nekik a szoftveres, illetve hardveres védelemre is, hogy hozzáférhető ne legyenek ezek a rendszerek.
A munkaerőpiacon ezért a szoftverfejlesztőknek, villamosmérnököknek és gépészeknek van a legtöbb lehetőségük elhelyezkedni. Nagy szociális kérdés azonban, hogy akik a robotok miatt kiszorulnak a munkaerőpiacról, azok hol tudnak majd elhelyezkedni, munkát találni, és hogyan fogják biztosítani a megélhetésüket. 8 férőhelyes hospice részleget adtak át pénteken a Józsa András Oktató Kórházban. A részleg célja a betegek életminőségének javítása, testi-lelki szenvedéseik enyhítése, fizikai, szellemi aktivitások támogatása, valamint a hozzátartozók segítése a betegség és a gyász terheinek viselésében. 25 éves a Józsa András Oktató Kórház onkológiai osztálya és az onkológiai ellátás. A kórház régi elképzelése és terve valósult meg most, hiszen egy 8 férőhelyes hospice részleget adtak át az onkológiai osztályon. Az egy és két ágyas kórtermekben a súlyos betegségük végstádiumában lévő elsősorban daganatos betegek humánus és összetett ellátása történik. Nagyon nagy beteganyag fordul itt meg Nyíregyházán. Mondhatom azt, hogy az onkológia teljes palettája, hogy mondjam, itt a intézményünkben zajlik, tehát a műtétek, a diagnosztika, műtétek, tehát okikezelések, sugárkezelés, gyógyszeres kezelés, illetve az utókezelések is. És hát ugye sajnos, de azt tudjuk, hogy ezeknek a betegeknek egy bizonyos százaléka sajnos meghal és elvesztjük, és ennek az emberi körülményeket teremtő kórházi kerületeken belül szeretnénk egy olyan részleget kialakítani, ahol méltó körülmények között tudunk ezektől a betegeinktől elválni. Nem mindegy, hogy hogyan, mikor és milyen körülmények között tölti az ember utolsó heteit, napjait vagy akár óráit. Milyen módon lehet a fájdalmat, szenvedést csökkenteni? A kórház szakemberei készen állnak a részleg elindítására, ezzel biztosítva a lehető legjobb életet a részlegen fekvő betegek számára, mondta el dr. Vas Judit, részlegvezető főorvos. Hozzátette, próbálnak mindent megtenni annak érdekében, hogy az osztályon otthonos környezetet teremtsenek a betegek és családtagjaik részére a nap 24 órájában. A hospice osztályon multidisziplináris team fog dolgozni. Ez azt jelenti, hogy orvosok, ápolónők, gyógytornászok, mentálhigiénés szakemberek, pszichológus, dietetikus nővér, szociális munkás és lelkész is részt fog venni a betegek ellátásában, illetve a kórházunk valamennyi osztályáról a speciális szaktudással rendelkező szakemberek is igénybe vehetőek, tehát a szükséges sebészeti konzilium, belgyógyászati kardiológiai konzilium, valamennyi szakma elérhető lesz az osztályon konzilium formájában. A hospice részlegre jelentkezhetnek önkéntes segítők is, akik egy komoly szűrővizsgálat és egy 20 órás képzés után segítő feladatot láthatnak el az osztályon. Beszélgetésekkel, akár könyvek felolvasásával támogathatják a betegek lelki állapotát. A Fidesz egyértelműen megfogalmazta listáját és megjelölte a választáson indulókat, hangzott el a párt nyíregyházi sajtótájékoztatóján. Szerintük ezt azonban nem minden párt tette meg, pedig ez segíteni a választók tisztánlátását, közölte Tóth Imre, területi választmányi tag. Nem mindegy, hogy egy jelölt csak MSZP vagy DK jelölt, vagy párbeszéd támogatás, vagy LMP, vagy talán Jobbik támogatásával indul, hiszen a választópolgároknak joguk van tudni, hogy kire szavaznak, milyen pártvonalat képviselnek. Ugye minden pártnak megvan a kampány stratégiája, megvannak a programjai, és hogyha közös jelölteket indítanak, akkor ugye azzal minden pártra szavazhatnak egyaránt, úgyhogy nem jó dolog az, hogyha lebegtetik ezeket a kérdéseket, hiszen nagyon rövid lesz a kampány. A migrációs problémákról és azok megoldási lehetőségeiről tartott sajtótájékoztatót a Jobbik Nyíregyházán. Lengyel Máté, az egyes számú választókerület országgyűlési képviselő jelöltje szerint a Fidesz hamis kampányokra költött közel 25 milliárd forintot, és nem megoldotta, hanem tovább súlyosbította a migrációs problémákat. A Jobbik programjában ezért a határőrség visszaállítására és a határvédelem megerősítésére helyezi majd a hangsúlyt. Az elsők között voltunk, akik felhívták a figyelmet a migrációnak a veszélyére, a bevándorlásnak a veszélyére. Mi javasoltuk először a kerítés megépítését, ezt kormányra kerülve továbbra is fenntartanánk, sőt, mi a határőrségnek a megerősítésével, a határőrségnek az újbóli létrehozásával erősítenénk meg a magyar határnak a védelmét. Ezt a Fidesz korábban leszavazta,
a Fidesz és az MSZP idején szűnt meg. Mi ezt visszaállítanánk, mert a határvédelem a kerítéssel és a határőrségnek a visszaállításával biztosítható a leginkább. 229-ből 200 megyei település már elkészítette a saját településképi arculati kézikönyvét a megadott határidőre. A közel 90%-os megvalósítással Szabolcs-Szatmár-Bereg megye országosan is az élen jár. Az arculati kézikönyvekkel a települések egyedi környezeti kultúráját és értékeit kívánják megőrizni. Tetőhajlásszög, forma, anyaghasználat. Ezeket is szabályozza Magyar Széphely arculati kézikönyve. A Lechner Tudás Központ állította össze a fiktív település kézikönyvét, amely mintaként szolgál valamennyi magyarországi település számára saját településképi arculati kézikönyvének és rendeletének a megalkotásához. Ennek 2017. december 31-e volt a határideje. A megyében az országos átlagtól megítélésem szerint jobb arányban, közel 90%-ban a települések, ahol 229-ről beszélünk, ebből 200 településnek elkészült határidőre a településképi arculati kézikönyve. Az arculati kézikönyvek a településkép védelméről szóló 2016-os törvény végrehajtását is segítik. A cél, hogy a helyi polgárok bevonásával a települések közösségei hatékonyan óvják meg egyedi környezeti kultúrájukat és fejlesszék azt. Mondta el Füleki Zsolt, építészeti és építésügyi helyettes államtitkár, a településképi arculati kézikönyvek megvalósításáról tartott nyíregyházi konferencián. A lakosság és a település vezetése ebbe tevékenyen bekapcsolódott. Ugye a lényege még a törvényi felhatalmazásnak is az, hogy kétszer is hangsúlyosan kell ezt társadalmiasítani, magát ezt a folyamatot, ennek az arculati kézikönyvnek a létrejöttét, a kialakulását. Ez a lényegéből fakad, hogy ha a lakosok, az ott építkezni vágyók már bekapcsolódnak az értékek felkutatásába, hogy vajon mi van a mi településünkön. A települések képének és értékeinek megőrzésében nem csak a helyi önkormányzatoknak, hanem a megyei önkormányzatnak is fontos szerepe van. A megyei önkormányzatnak szabályozási feladata ugyancsak van építésügyben, illetve települési környezetügyben, ennek a kijelölésében, a megyei rendezési tervek vonatkozásában. Ebben az évben újraalkotjuk a megyei rendezési tervet az országos rendezési terv iránymutatásainak megfelelően. Sesták Oszkár azt is elmondta, a településképi arculati kézikönyvek és rendeletek fontos kérdéseket vetnek fel a terület és településfejlesztési operatív program számos elemével összefüggésben is, mint a zöldváros program vagy a barna mezős területek fejlesztése. A serdülő lányoknál a Balaton-Boglári Nemzeti Kézilabda Akadémia, a fiúknál a Mezőkövesdi KC, a junior lányoknál a szlovákiai SSK Prešov, a fiúknál pedig a romániai Minaur AC Baia Mare nyerte a harmadik Junior Kupa nemzetközi kézilabda tornát. Kisvárdán és Gyulaházán 30, közülük 11 határon túli csapat lépett pályára. A Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei kézilabda szövetség harmadik alkalommal rendezte meg a Junior Kupa nemzetközi utánpótlás tornát azzal a céllal, hogy két lány, illetve két fiú korosztály képviselői mérjék összetudásukat. A hazai résztvevők mellett Romániából, Szlovákiából és Ukrajnából érkező csapatok is pályára léptek a három kisvárdai helyszínen, valamint Gyulaházán. A játékosok mellett a fiatal játékvezetők is számot adtak tudásukról. Nagyon színvonalas mérkőzések voltak, nagyon komoly összecsapások, nyugodtan mondjuk, hogy szikrázó összecsapások voltak. Olyan egyesületek képviseltették magukat, amelyek már a színvonalat eleve biztosították, hiszen NB1-es kluboknak a csapatai is itt voltak, például a Kézilabda Akadémiának, vagy akár a Mezőkövesnek, és hát ez természetesen magával hozta azt is, hogy nagyon jó hangulatba teltek a mérkőzések. A megyei csapatok közül a kisvárdai és a nyíregyházi csapatok, én azt mondom, hogy nyugodtan mondhatjuk azt, hogy büszkék lehetünk rájuk, jól szerepeltek ebbe az erős mezőnybe, hiszen 4., 5., illetve egy 6. és 7. helyet tudtak szerezni. Bízunk benne, hogy azért a jövőben akár egy érmes helyezést is el tudunk majd csípni ezen az utánpótlás tornán, de a legfontosabb célt azt mindenképpen teljesítettük. Egyrészt az, hogy játék lehetőséget biztosítottunk, úgynevezett holt időszakban a csapatoknak felkészülési, mérési lehetőséget biztosítottunk ezzel a tornával. Másrészt pedig
a játékosokon túl a játékvezetők is meg tudták magukat mutatni, és ez egy nagyon fontos dolog, hiszen megyei játékvezetők voltak a mérkőzéseken, akiknek egy része a Jump programból, a Kézilabda Szövetségnek a programjából jött fel, és hát nekik meg aztán különösképpen fontos, hogy olyan körülmények között tudják lemérni a saját szakmai tudásukat, amely aztán a későbbi NB-s, NB1-es mérkőzéseken mindenképpen a hasznukra válik. A tornát a serdülő lányoknál a Balaton-Bognári Nemzeti Kézilabda Akadémia, a fiúknál a Mezőkövesdi KC nyerte. A junior lányoknál a szlovákiai SSK Prešov, a fiúknál pedig a romániai Mineur AC Baimare végzett az élen. Szezonbeli első győzelme megszerzésére készül a nyíregyházi Tekeklub együttese. A Superliga utolsó helyén pont nélkül álló NTK szombaton a BKV előre csapatát fogadja. A mérkőzés 14 órakor kezdődik a Városi Stadion Tekercs csarnokában. Az utolsó szalmaszálat szeretné megragadni szombaton a nyíregyházi Tekeklub együttese. Az NTK az eddigi 12 fordulóban még nem szerzett pontot, de így is mindössze 5 pont a hátránya a már bennmaradás jelentő 10. helyen álló BKV előre mögött. Mivel a 13. fordulóban éppen a fővárosiak érkeznek a stadion Tekecsarnokába, egy esetleges sikerrel már is közelebb kerülnének riválisukhoz és céljukhoz fintáik. A csapatnál annak ellenére nem rossz a hangulat, hogy egy tucatnyi vereséggel vagyunk már a hátunk mögött. Úgy gondolom, hogy mindenképpen az egész csapat azt szeretné, hogy végre valahára most már ez a nagyon rossz szériánk megszakadjon, és mindenki kőkeményen dolgozik a pályán azért, hogy most már végre egy győzelem következzen. Úgy gondoljuk, hogy minden adott erre, egy olyan BKV előrét kell fogadnunk, akivel azt lehet mondani, egy 4 pontos mérkőzést kell vívnunk idehaza. Mindenképpen szeretnénk most már győzelemmel diadalmaskodni, természetesen jobb eredményt kell produkálnunk, mint legutóbbi hazai mérkőzésünkön, de tényleg azt lehet mondani, a fiúk egy az egyben, mindenki nagyon szeretné már végre ezt a győzelmet. Remélem, hogy ettől nem leszünk görcsösek, hanem valóban kijön az, amit igazából tud ez a csapat. A nyíregyházi Tekeklub BKV előre mérkőzés az ifjúsági csapatok találkozója után szombaton 14 órakor kezdődik a Városi Stadion Tekecsarnokában. Híradónk végén nézzük a legfontosabb híreket még egyszer, röviden. Korszakváltás előtt áll a mezőgazdaság, mivel a digitalizálás rendkívüli módon terjed ebben az iparágban is. Sok vállalkozás nem a géppark bővítésére, hanem a meglévők fejlesztésére, digitalizálására fordítja az elnyert támogatásokat. A közvetlen munkahelyteremtés, a szakképzés hasznosítása, valamint fiatalok korai munkahelyi tapasztalathoz segítése a célja annak a gyakornoki programnak, amely Nyíregyházán és annak térségében valósul meg. A programba a megyeszékhelyen eddig 63 vállalkozást vontak be. Az elmúlt egy évben 18%-kal nőtt az üzemben lévő ipari robotok száma, 2020-ra pedig a 33%-ot is elérheti ez az arány. Ez azonban komoly fenyegetést jelent a gazdaságra, ugyanis kevesebb humán erőforrásra lesz szükség, így többen maradhatnak munkanélkül. Önök a Kölcsei Televízió híradóját látták február 2-án pénteken. Friss hírekkel holnap este várjuk majd önöket. Tudósításainkat addig is elérik a honlapunkon. Munkatársaim nevében is köszönöm a figyelmüket, a viszontlátásra. Holnap borongós időre számíthatunk esővel, hóval. Egy hullámzó frontrendszer alakítja a Kárpát-medence időjárását. Felhőzetéből sok felé számítani kell csapadékra. Az előttünk álló éjszaka erősen felhős vagy borult lesz az ég. Eső, havas eső, havazás egyaránt várható. Mérsékelt, változó irányú szél lesz a jellemző. Reggelre általában 1 fokig csökken a hőmérséklet. Holnap napközben erősen felhős vagy borult lesz az ég. Eső, havazás egyaránt várható. Az északi szél megérénkül, helyenként megerősödik. Délutánra 3 fokig emelkedik a hőmérséklet. Meleg fronti hatás van térségünkben. Vasárnap, illetve a jövő hét elején változóan felhős időre számíthatunk, hosszabb, rövidebb napsütéssel, néhol hózáporral. Szerdán egyre több felé beborul az ég, és sok helyütt várható havazás. Csütörtökön számottevő mennyiségű csapadék már nem valószínű. Hidegek lesznek az éjszakák, és gyengül a nappali felmelegedés, helyenként még a délutáni órákra sem emelkedik fagypont felé a hőmérséklet.